Jó estét kívánok! Ez a kultúrfelelős, az adás mai vendége Balázsovics Lajos színművész. Mikor nézted meg magadat a YouTube-on utoljára? Húha, régen. Régen. Régen, amikor még nem tudom meg, de régen. Szóval régen. Régen, régen. Én, mikor most erre a beszélgetésre, ahogy szokták mondani, készültem, mert keresgéltem mindenféle bejátszást, akkor hát általában úgy szoktam kezdeni, hogy rámegyek a YouTube-ra, és beütöm, hogy Balázsovics. Mi jön ki szerinted, amikor beütöm, hogy Balázsovics? Balázsovics Edit. Balázsovics Edit jön ki, de nem is ám egyszer. Hanem többször? Balázsovics Edit. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, és te csak hatodikra jössz ki. Na, hát igen. Ez milyen? Ez tulajdonképpen normális, szerintem nem. Hát az Edit a jövő, én meg azért egy picit már a múlt vagyok. Jó, még egy kicsit a jelen. Nem, ezt most csak azért kérdezem, mert az ember általában úgy van, hogy azt szeretné a gyereke mindig többre vinni, mint ami neki sikerült. De egy színész esetében azt gondolom, hogy azért ez egy kicsit ilyen hiúsági kérdés is lehet. Hát igen, igen, igen. Szóval te úgy örülsz, hogy az Edit meg az a jövő, jó. De hát azért már bocsánatot kérek. Én egyébként nem tudtam, hogy rávágtam csak, hogy állt az Edit. Hát ez furcsa, mert hát a sorrend az mégis fordított. Hát én voltam, aztán a megtekintések sorrendjében már az Editre jobban kattintanak, igen, mint igen, rá. Ez lehetséges. Igen. Na most a YouTube-on viszont tudod-e, hogy mi az, akkor folytatom ezt a kérdést feleleket, mi az, ami elsőre nálad kijön, mint képi illusztráció, mozgóképi illusztráció? Hát találgatni tudok, tényleg találgatni tudok. Jancsót szoktak mondani az én esetemben nagyon sokan, hogy a Jancsó színház. Jó helyen kapizsgálsz, de hogy melyik film? Kérlek szépen, meg is mutatom neked, hogy melyik film ami rólad először jelenik meg a YouTube-on. Jó. Mindenütt kerestelek, néztelek, de nem láttalak sehol. Sokan vagyunk. Neked látnod kellett volna engem, és nem jelentkeztél. Ne kezd megint. Régi ügy. Igen, régi. Nem akarsz velem beszélni? Nem akarok. Miért? Beszéljünk vele. Hány éves is vagy te? 22. Te lőttél a németekre? Nem lőttem. Szóval most vagy hős, amikor állami forradalmár lehetsz? Állami forradalmár? Jó. Miért nem így mondod, most vagy hős, amikor itt vannak az orosz tankok? Nem. Én ezt nem mondom. Engem tényleg felszabadítottak. Te ki vagy? Egy évig hordott sárga csillagot. Tudod, mi az? Minden hatodik életévét betöltött zsidó személy, nemre való tekintet nélkül, köteles házon kívül felső ruhadarabjának bal mer részén jól láthatóan 10x10 cm átmérőjű szövet, sejem vagy bársonyanyagból készült kanári sárga hatágú csillagot viselni. Te ezt honnan tudod? Megtanultam. Én tanítottam meg rá. Most. Szó szerint. És akarod, szó szerint elmondhatom neked Vitéz Jáni Gusztáv vezérezredes hat parancsát. Tudod, hányan maradtak ott? Tudom. Légy szíves, mondd a nevedet. Anne, figyelj. Te is. Kislászló. Te is. Péter Ártam. Te is. Fekete Nagy Zoltán. Az emberek akkor is tehetetlenek, ha mesztelenek, akkor is, ha egyenruhában vannak. És a reverenda? Nem teszek különbséget. Na gyertek, így. Utálom a terrort. Hová való vagy? Győri voltam. Apád mi? Orvos volt. A tied mi? Paraszt? Paraszt volt. Most főispán. Egyébként én is utálom a terrort. Akkor legalább ebben egyetértünk. Talán más-más hozzáállásból. A terror visszahat arra, aki gyakorolja. Filozófus vagy. Lenne azért egy megjegyzésem. Hogy állunk azzal a Szent Inkvizícióval? Szereted a Gregoriánt? Szeretem. Akkor gyere velem, hallasz valami szépet. Hány éves voltál?
harmadéves főiskolás, tehát akkor 20-21. Én nekem ez egy ilyen kultikus film volt, mint másoknak is természetesen. Most, hogy megnéztem hosszú-hosszú évtizedek után ezt a részletet, rájöttem, vagy nem rájöttem, hanem megint megbizonyosodtam, vagy megerősítés nyert Jancsónak ez a kameratechnikája és ez a zseniális beállítása. Tehát, hogy elindult ott a sárga csillag, stb. Beszélgetsz vele, bejött a képbe a Bálint András, utána ment tovább a kamera, mutatott valami hátteret, még mindig nem vágtak, bejött a Blaskó. Igen. Ezt annak idején vissza tudsz emlékezni, ez hányszor lett lepróbálva? Ez nagyon, nagyon furcsa volt nekünk, akik részt vettünk, mert a többség, én is már forgattam előtte, nem sokat. Az Esztergályos Kacsival forgattam előtte egy tévéfilmet, aztán a Sára Sándorral a Feldobott köt, és ez volt a harmadik tulajdonképpen főiskolásként. Ezután jött a Szerelmem Elektra. Az még jóval odébb volt. Igen. Az még odébb volt. De nagyon furcsa volt, teljesen elütött attól, amit mi a főiskolán tanultunk, hogy néz ki egy forgatás, vagy egy snit, és akkor ott vágás, és akkor ez, és az, és így tovább. Azon kívül a szerepeknek az értelmezése, tehát az olyan egészen másként nagyvonalúan ment. Furcsa és érdekes volt az egész. Ezt délelőtt elkezdtük próbálni, kora reggel, mit tudom, 8-kor, 9-kor, és hát többnyire vagy másnap volt egy felvétel, vagy délben, délután. És ő végig ott állt a próbákon, és instruált, és mondta, hogy Lajos, akkor te most odamész, akkor balra teszel három lépést, megfordulsz, és akkor jön a Pista, és... Igen, az elején úgy több instrukció volt, aztán az összes színész, mindannyiunkat beleértve, rákapott erre a stílusra, és éreztük már, hogy a Miklós mit szeret, mit nem szeret, mit akar. Ha túl gyorsan rohanok, akkor ugye Somló Tamás volt ekkor még az operatőre, akkor a Tamásnak estünk ki a képből. Ha túl lassan mentünk, akkor az se volt jó, de mondom, egy-két nap alatt az egész csapat ráhangolódott erre a számunkra szokatlan és furcsa dologra. Arra már nem emlékszem, mert az egész filmet nem néztem meg még egyszer. Igen. Kik voltak a szürke ingesek, és te miért voltál vörös ingben? A szürke ingesek azok a papnövendékek voltak. Ebben a népi kollégiumban? Mert ugye ez a Nékoszról szól. Igen, de mi voltunk a Nékosznak a csapata, a vörösinges, én a vörösinges, meg a Kozák Andis, meg páran, de a Nékoszon belül is mindenféle irányzatokat képviseltünk, mindenki mást. Ők nem a Nékoszt képviselték, bizonyos tehát közöttük voltak ilyen nagyon leegyszerűsítve jobboldali érzelmű megnyilvánulások, akkor voltak liberálisabb papnövendékek. Hát ebből volt a botrány, hogy a Püspöki Palotában is forgattunk, tehát beengedtek bennünket a Püspöki Palota folyosóira, amiből később állítólag botrány lett, hogy... De miért? Nem tudom, hát ott az egyházon belül tudott, hogy nem kellett volna beengedni ezeket a filmeseket azért ide. Hát mert ott a folyosón azért hiányos öltözetben lányok is szaladgáltak. Ja, hát még minden. Majd erről egyébként még beszélünk. Igen. Itt mondtad, amikor megjelentek. Igen. A szereplők, hogy a Kis Pista. Kis Pista, igen. Őt nem ismertem meg. A Kis Pista fölöttem járt egy évvel, a Koltai Robi volt az osztálytársa többek között, a Vencelver a osztályban, nagyon fiatalon meghalt. Tehát ő Kaposvárra került a főiskola után, és hát elég tragikus körülmények között. Nagy öngyilkos? Igen. Sajnos. Úgyhogy őről azért nem tudtál sokat, mert
mert ő egy nagyon tehetséges fiú volt, csak hát nézd, ezen a pályán, ezt én, hogy mondjam, itt az embert arra tanítják a főiskolán, hogy legyen nagyon érzékeny. Hogy, de ha ez az érzékenység nem párosul egy hogy fogalmazza, két lábon állással, egy realitás érzékkel is, akkor azért az életed folyamán nagyon nehéz helyzetekbe tudsz kerülni. Így is. És ha nem vagy elég erős, akkor elbuksz. És ha nem vagy elég erős, akkor igen. Mert ugye itt nem csak siker van, hát itt bukások is vannak ezen igen. a pályán, még a nagyoknál is. Igen. Bocs, hogy így elkanyarodtam. De nem, nagyon is jó. Azt akartam még ezzel a részlettel kapcsolatban mondani, hogy olyan szép hajad volt. Igen, és vörös színű hajam volt. Mikor képzeljen. Vesztetted el? De folyamatosan. Ez folyamatosan, és aztán az utóbbi, legutolsó, talán 20 évben kezdődött, amikor már egészen így eltűnt. Ilyen drasztikusan, kopasz lettem. Uh-huh. És bejött a gyerekkori kívánságom, mert édesanyámnak mondtam mindig, hogy volt egy János bácsi nevű nagybátyám, aki magas volt, vékony és kopasz. És nekem mindig imponált, mert olyan szép ruhákba járt, szép. Vagy, ő rá szereté volna hasonlítani. És mondtam, hogy olyan, igen, hogy olyan szeretnék lenni, mint a János bácsi. Hát ez bejött. Mi volt a foglalkozása János bácsi? János bácsi ügyvéd volt. Aha. Ügyvéd volt. Apám is az volt. Igen, az se rossz foglalkozás. Apám is az volt. Téged nem próbáltak erre? De próbáltak, de hát én nem. Szóval igazából nem. Disznóság, amit mondok, de szerintem azért lettem színész, mert semmi nem érdekelt. Tehát semmi nem érdekelt úgy konkrétan. A színészet se? A színészet igen, az jó pofa dolog volt. Tehát ezen kívül nem érdekelt sem. Nem érdekelt sem. Valószínűleg ez egy menekülés volt, tudod, egy könnyebbik út. Hát 50-es években voltam gyerek. Na most már gyerekként az emberbe akkor ugye belenevelték azt otthon, hogy amit itthon esetleg elhangzik, az kint már nem úgy van. És ez a szerepjátszás, és gyerekkoromtól kezdve ezzel, aztán színészként már nem mindig így volt, de gyerekként sikerem volt, mert a városban majdnem mindenki tudtam utánozni. Uh-huh. Ez egy kisváros, Nagykanizsa. Akkor kisváros, most is kisváros még. És akkor mondták, hogy a parodista gyerek menjen színésznek? Nem. Aztán ugyan abban az időben nem volt televízió, nem volt, hát volt a rádió és volt egy mozi. És volt a vasutasoknak egy színjátszóköre, a mindenféle szakmáknak színjátszóköre, és én egy olyan iskolába kerültem, ahol az igazgató felesége azt találta ki, hogy minden évben bemutatunk egy színdarabot. Uh-huh. És akkor ott én mindenféle szerepekben tündököltem. Az elején nem tetszett. Emlékszem, hogy anyukám rángatott föl a színpadra, hogy nem teheted meg, hogy nem mész föl, mert előadáson mondtam, hogy én már nem veszek részt. A próbák nagyon addig jó. Addig érdekelt a dolog, de utána amíg nem kellett kimenni. De féltél? Igen. Kifejezetten féltem, de aztán a későbbiekben nem így volt, mert népszerű voltam az iskolában, népszerű lettem a városban, majd a gimnáziumban is, az önképzőkör keretein belül minden évben bemutattunk egy színdarabot, görög tragédiát, vagy, és így tovább, sok minden. És valahogy ezt olyan könnyűnek éreztem, tudod, hogy hát az ember ilyen-olyan foglalkozást választ meg egyetemek, meg mit tudom én, ott akkor... Na de itt a színészet. és azt hittem, hogy ez baromi könnyű dolog. Igen. Hát aztán kiderült persze nálad is, hogy nem olyan. Hát könnyű. Nem olyan könnyű. És én most visszakanyarodnék Jancsóhoz. Igen. Egyrészt azért, mert azt mondták, ugye, mert rengeteg Jancsó filmben játszottál. Sokban. Tehát te voltál mondjuk az egyik emblematikus színésze. Jancsó Miklósnak, Kozák Andis volt a másik emblematikus színész, de a legnagyobb botrány kiváltó filmhez téged vitt el főszereplőnek, nem pedig Kozák Andis, mondjuk az ő
Fizimiskájában nehéz volt elképzelni Rudolf trónörökös. Igen, igen, igen. Fiatal korában, igen. Téged inkább el tudtalak képzelni. És most mutatok is egy részletet, de abszolút szalonképes. Jó, részletet fogok mutatni, mert van a YouTube-on szalonképtelen részlet, igen, is, igen, de azt, amikor megy, ez a beszélgetés adásban megy, akkor hát olyan korhatár idején megy adásban, amivel nem összeegyeztethető az a részlet, de itt is látni téged. Jó. Rejtett zúspét, durchnacht und wind, durchnacht und wind. Wo ist das Haus, der blinde Werkelmann in Grinzing? Deck die Lichter an, Herz in der Brust, hat nix und hilft nix. Wiener, Wiener Fiakerli. Cseh Tamás énekelt? Cseh Tamás énekelt ezt, igen, igen, igen. Németül? Igen, 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 igen. Na hát, szóval ez egy nagyon szalonképes verzió igen, volt. Igen, köszönöm. Kijön egyébként, ahogy megjelenik az állarca Ferenc Józsefnek, szóval itt is kijön a Jancsó zsenialitása, meg amikor az ember megnézi ezt a szalonképtelen részletet, ami a YouTube-on látható, én magam annak idején nem láttam a filmet, és ott többször is megjelenik az orgia kellős közepén ez a Ferenc Józsefes állat, szóval ott is kijön, hogy mennyire zseniálisan rendezte a Jancsó ezt a filmet, és mennyire vissza tudta adni azt a hangulatot, amely ott abban a kastélyban általában Rudolf trónörökös tivornyáin vagy orgiáin megvolt. Te mennyire voltál meglepve, amikor hát kiderült, te miben fogsz játszani? Uh-huh. Mert ez nem volt egy pornófilm, világos. De olyan szexfilm volt, amilyen az akkori idők Magyarországán botrányos el se lehetett képzelni. Igen, igen, igen. Jó, hát... Mondta neked a Miklós, mikor mentettek ki, hogy figyelj, nem. Itt aztán vetkőzni fogsz, nem, a nem. Farkaddal fognak játszani, nem, vagy nem, valami. A Miklós az nagyon, hogy mondjam, hát talán nem jó szó, hogy huncut volt ilyen mikor a fölkérések voltak. Igen. Tehát előtte azért forgattuk az Elektrát, ahol. Tehát voltak itt a magyar filmekben már. Mesztelen nők mindig volt. Mesztelen férfiak nem nagyon. Igen, 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 igen. Illetve hát az egyik itthoni filmben úgy lettem én mesztelen, hogy a Madaras Jostinak kellett volna levetkőzni. És akkor megállt aznap a forgatás, ez a szerelmem Elektra volt. És hosszan próbálták a Jostit rábeszélni, hogy ez itt a művészi elképzelés, meg a nem tudom mi. Nem akart? Nem, ő azt mondta, hogy kicsi gyerekem van, és akkor az óvodában mit mondanak a többiek a gyerekemnek, meg a nem tudom, hogy láttam apát fenekét a moziban, meg ilyeneket. És a Miki azt mondta akkor, Lajos, légy szíves, gyere ide. Jósti nem hajlandó megcsinálni, természetesen ugye megcsinálni. Neked még nincs gyereked az óvodában. Neked nincs gyereked az óvodában. Az olasz film, illetve olasz-jugoszláv koprodukció előtt, ugye erre hosszan-hosszan készültünk. Előtte én már forgattam egy olasz filmet, egy Liliana Cavani, mai napig is, hál' Istennek, idős hölgy már, Cavani nevű remek rendezővel, egy Mila Répa című filmet, ahol volt, hát nem ennyire, de volt olyan hiányosabb öltözék ott, ez egy ilyen buddhista történet. Illetve hát annál bonyolultabb, mindegy. Nem mondta a Miklós, sőt, a forgatás elkezdése is egy kicsit bonyolult volt, mert hát ugye abban az időben az ember kapott útlevelet, engedélyt, meg nem kapott, ebben nem volt normális rendszer. Nem tudtál kiigazodni, hogy ez most miért így van. Lényeg az, hogy megkaptam az útlevelet, kimentem Rómába a Miklóshoz. Még nyár közepén, vagy nyár elején, akkor született a lányom, és a születése után két héttel talán elmentem Rómába. És kérdeztem, és a Miklóssal laktunk egy lakásban, a Pantheonnal szemben, egy nagyon klassz helyen, és minden reggel megkérdeztem, hogy a Miklós, forgatunk egyáltalán filmet, vagy mi lesz itt, mikor lesz mozi?
majd indul a mozi, mondta Miklós. És össze-vissza. De nem is voltak kíváncsi, hogy milyen mozi indul? Nem, hát a Jancsó. Majd jövünk, megyünk, Rudolf trónörökös leszel, ennyit azért tudtam. Mm-hmm. Tehát forgatókönyvet én nem láttam, ugye úgy azt mondta Miklós, hát Rudolf trónörökös, Meyerling, tudod, az az egész zűrös gyilkosság, vagy nem tudom mi. Vagy öngyilkosság. Vagy öngyilkosság. És teltek, múltak a napok, csináltunk pár próbafelvételt. Ott azok ilyen szelidebb jelenetek voltak, lényegében ugyanezekkel a szereplőkkel, akik aztán a filmben is lettek, és telt múlt az idő, és akkor mondom, hogy Miklós, vissza kell menni Magyarországra. Hát kezdődik a színházi évad. Majd egy reggel azt mondta, hogy holnap reggel utazunk Jugoszláviába, ott lesz a forgatás. És akkor így utaztunk Jugoszláviába, és egy Ormos nevű a magyar határhoz közeli osztrák, egykori osztrák, bocsánat, monarchiabeli kastélyban forgattuk a filmet. A címe, egy csak azért mondom, mert hát ha sokan nem tudják, magánbűnök közel, igen, csak ez volt a... Ez volt a magyar címe, az olasz címe a szó szerint, tehát lehet, hogy a Miklós megharagszik, hogy ezt elárulom, hogy azért nem szó szerinti fordítás, mert az olasz cím lefordít az egyéni bűnök közös erények, vagy teljesen mindegy. Uh-huh. Most mindegy. Na mindegy, nem mindegy. Elindult a forgatás, és egyszer csak azt tapasztaltad, hogy na most az első... Ha nem volt ott 50 mesztelen nő és 50 igen, mesztelen férfi, de azt a Miklósnál már megszokta az ember. Mondjuk férfiak itt Magyarországon addig nem voltak. Igen. Na de neked is be kellett állni. Az egyik jelenet, az első ilyen jelenet az úgy történt, hogy sok minden más volt a forgatáson, mint Magyarországon. Például én nem ülhettem a sofőr mellé, amikor kivittek a forgatásra, mert az az ülés nem volt biztosítva. Tehát nekem hátra kellett ülni. Először automatikusan beültem a sofőr, na mindegy. És az ebédszüneteket is az olasz műszak volt. Pontosan betartották, hogy ebédszünet, akkor snit közben beszóltak, hogy ennyi, és akkor abba hagytuk. Na Miklós ezt nem nagyon szerette. És egyik nap olyan volt a fényviszony, meg nem tudom, ami azt mondta, hogy akkor vedd föl a kék öltönyödet, vagy a zubbonyt, és akkor így meg úgy meg amúgy lesz a jelenet. És mentem a konténerhez, és mondom, Miklós, be van zárva. Nem tudom fölvenni a ruhát. Azt mondja, hát akkor menj a sminkbe. Mentem a sminkbe, mondom, a sminkes ebéddel. Azt mondták az olaszok, hogy szakszervezet ebédszünet. A lényeg, hogy a Miklós nagyon pippa lett, és azt mondta, hogy akkor fölveszük ruha nélkül. És így volt az első ruha nélkül. Nem tudom már melyik volt az. És ott onnan... De azért ezek az orgia jelenetek, ezek nem tűntek ad-hoc jellegű. Nem. Hát ezt szándékosan meg akartam mutatni, hogy milyen volt ott így a van, hangulat. Így van. De furcsa, hát biztos... De neked, mint Balázsovics Lajosnak, hogy... jött a szocialista Magyarországról, igen, hát fura... egy ilyenbe részt venni, hogy mondjam, finoman szólva azt gondolom, hogy meglepő volt. Meglepő volt, ezt jól mondod, nagyon meglepő volt, de valahogy... Nem tudom, a Miklós el tudta érni az emberrel, hogy tehát ez hogy volt ne az foglalkozzon. Hogy ne foglalkozz vele, igen. Tehát, ez volt, tehát azért hihetetlen pszichológus, nem tudom, hogy mondjam. Tehát olyan szuggesztíven tudta ezt elmondani, hogy egy idő után azt mondta, hogy tulajdonképpen nem érdekel, nem szégyellem magam meg. Tehát érdekes, hogy így volt. És hát azt nem gondoltad végig szerintem épp azért, mert ott abban nem. A hangulatban voltál, hogy ennek itthon milyen hatása lesz. Igen. De hát itt mással sem voltak tele az újságok, csak hogy neked milyen szexjelenetek voltak ebben a dologban. Igen. Hát ha nézd, a határmenti ibusz forgalmat az megnövelte. Mert mindenki ugye, ebbe a kastélyba akart menni. Nem, hanem mindenki kiment, Magyarországon nem forgalmazták a filmet. Ja, és mindenki kiment megnézni. Kiment megnézni Jugoszláviába, ahol vetítették a filmet. Úgyhogy, tehát az Ibusznak nagyon jól jött ez a... Na jó. Igen. Valamelyik tévés interjútban beszéltél arról, és ha már itt az útlevelet említetted, oda kanyarodnék vissza, hogy
valahova ki kellett volna menni, és akkor ott ültél a dósaival talán egy szobában, és azt mondta neked a dósai, hogy a Magyar Népköztársaság érdekeivel ellentétes, hogy te külföldre utazzál. Igen, igen. Ugye, azt szokták régen az útlevélkérelmekben, volt az az elutasító mondat, hogy, hogy? Útlevélkérelmmel jelen pillanatban nem, hogy is volt, hogy nem időszerű, nem vagy időszerű, vagy nem, igen, igen, valami igen, ilyen, igen, ilyen igen, volt, igen, igen. És hogy kiutazása a Magyar Népköztársaság törvényes érdekeit sérti. És amikor neked a dósai ezt mondta, akkor te úgy spontán nem kérdezted meg, hogy ugyan már Pista, miért? De valószínűleg nem ő döntött ezt el. Hát persze, hogy nem ő döntött el. Ő volt abban a szerencsétlen ez helyzetben. Ez volt a bosszú azért, mert egy ilyen filmben részt vettél? Nem, akkor még nem volt ez a film. Ez ja, már eleve. Ez ezelőtti film volt. Ugye először 69-ben két film volt a Cannes-i fesztiválon, a Fényes szelek és a Feldobott kő. És a Visconti volt a zsűri elnöke, és engem nem vittek ki. És a Visconti az üzent... Igen, és aztán itt volt a Gellértben, és megnézett, az, üzen, az és később minden. Volt, az már ősszel volt az már. És voltunk Velencében, a Velencei Filmfesztiválra elvitt bennünket, a Müller Pétert és engem, mert én a Müller Péterre voltam kint. Mm. És ott a Luigi Rondinak, ha jól emlékszem, hívták az olasz fesztiválok igazgatóját, mondta, hogy hát akkor ősszel lesz Sorrentóban egy magyar filmhét, és akkor szeretné, hogyha én ott lennék. Mondtam, hogy hát ennek az a módja, egy fogalmam nem volt, és én mondtam, hogy hát akkor mondjuk írjon egy levelet a Hungarov filmnek, igen. Mondtam én így. És szombaton a filmklubban azt mondta, mindegy, ha már a nevet említetted a dósai, hogy nagyon örülök, hogy megyünk együtt Cannes-ba, hétfőn jöjjön be. És mondom, jó, hát dósai értás, akkor hétfőn bemegyek. És akkor bementél, bementem, és akkor mondta ezt. Mondta ezt, de nem volt egyedül. Igen, az is kiderült ebből nem az volt interjúból, egyedül. Hogy nem volt egyedül, hanem hogy hátul ült valaki, aki azt mondta, hogy ekkor és ekkor, hány órakor... Akkor ebbe és ebbe a kávéházba beszéltél valakivel. Kikkel ültem. Igen. És akkor itt felsoroltam, hogy mondom, és teljesen naív volt, tudod, hogy hát igen, hát ott XY, tehát ismert emberek voltak. Ezek magyar disszidensek volt? Nem. Az imperializmus ügynökei voltak? Ügynökei, Kessler nővérekből az egyik, a férjével, ajaj. Akkor kettő kommunista parlamenti képviselő, akkor ott volt a Cefirelli, akkor ott volt a Visconti. Hát ez maga a fertő lehetett. Maga fertő. Igen, tényleg. Igen, igen. De pontosan amiből tudtad, pontosan tudtad, hogy rád állt a témelhárítás. Igen, 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 igen. Ebből, és akkor megértetted, hogy a Magyar Népköztársaság érdekeivel megvan egyébként. Útlevélkérelme ez idő szerint nem teljesíthető. Nem teljesíthető. Ez idő szerint nem teljesíthető. Tehát valószínűleg a dósainak spéttel közölték, hogy amikor ő beadta. Te hülye vagy, ki akarod vinni Cannes-ba Balázsovicsot? Ki akarod vinni, amikor... Amikor ő a Cefirellivel kávézgat. Nem, a fő probléma az volt a beszélgetésben, hogy hazajöttem elbúcsúzni mindenkitől, és most vissza akarok menni. Mert ugye pár héttel korábban jöttem haza Olaszországból. És ez volt valószínűleg valaki, szerintem, most így utólag visszagondolva, valaki földdobott, és azt mondta, a Balázsvics nem is fog vissza. Nem is fog visszajönni, így és van. És ez elég volt ahhoz, hogy elkasszáljanak, és ne kapjál úgynevezett ablakot. Így van. Na most... A színházi karrierre igen. Szeretnék rátérni, ugye 68-ban kezdted a Madácsban. Így van. Aztán 74-ben a Vígben, 79-ben a Mafilm Társulat, 82 Madács, 91 igen. Nemzeti, 92-től 2012-ig játékszín. Igen. Régen erre az emberre azt mondták volna, hogy ez egy vándormadár. igen, lehet. Mi űzött téged egyik helyről a másikra? Sose voltál elégedett a helyzeteddel? Igen, pontosan így van, ahogy mondod. De az is lehet, hogy én félreértettem dolgokat. Tehát a főiskola vége felé két helyre hívtak, a Várkonyi, a Vígszínházba és az Ádám Otto Madácsba. Én az Ádám Ottót választottam, mert egyrészt ő vett fel a főiskolára. Tulajdonképpen ő vett. Szinetár osztályba jártam ugyan, de tulajdonképpen az Otto vett fel a főiskolára.
mert a Szinetár valami külföldi útja miatt nem volt jelen az első kettő felvételén. És a Madácsot egy olyan, hogy mondjam, egy kicsit féltem a Várkonyi gyorsaságától, a tempójától, hogy azonnal meg kell csinálni egy szerepet meg. Főiskolásként belenéztem egy-egy próbába, és attól egy picit tartottam. Tehát az Ádám Otto szelidebb volt. Szelidebb volt, megértőbb volt, türelmesebb volt, és oda menne. És ez az egész olaszországi jövésmenés sem tett jót valószínűleg. Egy idő után úgy éreztem a Madácsban, hogy ott hogy már nem olyan a hangulat körülöttem, de mondom, lehet, hogy tévedtem. És akkor felkerestem a Várkonyit. Most már úgy gondoltam, nem olyan gyors. Nem olyan gyors, így van, és... Bocsánat, csak valami... Nem baj. És az az igazság, hogy abban segítettek a Várkonyihoz való, mindegy, ma már elmondhatom, a Makkacsi közvetített. Megmondtam, hogy most akkor bemegyek a Várkonyihoz, és mit mondok? Makkacsi mondta, hogy papikám, majd én diplomatikusan beszélek az Olival. És ekkor meg ekkor menjek. Bementem, és akkor azt mondta, hogy hát akkor itt egy szerződés, ezt írja alá. De mondom, hát én még a Madács tagja vagyok, csak jöttem beszélgetni tanár úr, hogy mégis, hogy lenne ez az egész, ha én esetleg jönnék. Mire a Várkonyi azt mondta, ide figyeljen, egyrészt 100 forinttal kevesebb a fizetése itt, mert itt ez jobb színház, mint a Madács. Ezzel kezdte. Azon akkor kívül... Akkor még számított 100 forint. Számított 100 forint. Számított. És ha most maga visszamegy, és azt mondja az Ottónak, hogy én eljövök, akkor este fölhív engem az Ottó. És azt mondja, hogy te, Zoli, ez a gyerek egy kicsit meghűlt, most várjunk ezzel, ne kapkodjuk ezt el. Akkor én magát holnap nem tudom szerződtetni. Tehát maga most aláírja, és utólag bejelenti, hogy átszerződtem a végbe. Úgyhogy így is, így kicsit személy... Hú, ez azért kínos lehetett. Kínos lehetett. És mit szólt az Ádám Ottó? És akkor elmentem. Rögtön elmentem, visszamentem a körúton a Madácsba, fölmentem az Ottóhoz, és mondtam, hogy Ottó, nem mondtam meg, hogy aláírtam a szerződést, azt ezt így nem mertem mondani, mondom, én elmennék a Végszínházba. Mondom, nagyon jó itt, de egy kicsit kipróbálnám a Végszínházat. Mire az Ottó azt mondta, jó, menjél, de lehet, hogy meg fogod bánni. Azt mondja, mert tudok neveket mondani, mondott nevet, hogy Tordi Gézának bejött, hogy a Madácsból átment a Végbe, lehet, hogy neked nem jön be. Hát mondom, de én mégis elmennék. Na jó, hát akkor. Tehát, és nem, magyarul nem mondtam meg, hogy én aláírtam a szerződést, tehát ez egy kicsit húzó. Ő mindenkivel ilyen volt? Ilyen engedékeny? Hát igen, tehát ő egy nagyon bölcs, toleráns ember volt. Legalábbis az emlékeim szerint, vagy velem ilyen volt, és na, így kerültem a Végbe. Aztán a Végben, a Várkonyi halála után megint úgy éreztem, hogy nem jó helyen vagyok. De miért? Hát a Horvai nem osztott szerepet, vagy a kapást? Akkor elmondom az igazat, soha nem mondtam ezt el. A Várkonyi a szerződtetésnél a következőt mondta. Ide figyeljen! Fogok magával én dolgozni, fog a Kapás és fog a Martó Laci. A Horvai nem szereti magát, pont. Van ilyen a színházban, mondta. Tehát a Horvai nem fog magával dolgozni, mondta a Várkonyi. Így kerekperec. Ezzel a feltétele hajlandó idejönni, mondom. Hát mondom, egy rendező nem dolgozik velem, hát attól még én jövök. Ez egy csak aztán, mikor meghalt a Várkonyi, akkor ő lett az igazgató. Number one, és akkor én... És akkor neked ez eszedbe jutott. Nekem ez eszembe jutott, és leültem a Horvaival beszélgetni. És kiderült, hogy miért nem szeret? Nem, soha. Nem, ezek szubjektív dolgok a színházban, tudod? Tehát nyilvánosan először beszélek így. Tehát biztos más, nem tudom. Ez olyan, mint egy színház... Nem csak egy munkahely, tehát, hogy egy színészre ráosztok egy szerepet, akinek való a szerep, hanem olyan, mint a baráti kapcsolatok, nem tudom. Tehát miért ő a barátod, és miért nem ő? Igen. Nem tudom. Tehát nincs ennyi. A politika iránt mikor kezdtél el érdeklődni? A...
Igaziból mindig kacérkodtam én ezzel a gondolattal, de de a játékszín, mikor a játékszín igazgatója voltam, és hát akkor tárgyalnom kellett hivatalosan politikusokkal, a főnökeimmel, akkor úgy éreztem, hogy egy picit úgy belelátok a dolgokba, hogy ez így megy, meg így működik, meg úgy működik, meg amúgy működik. Tévedtem, nem úgy működik, ez egy másik kérdés. És aztán a játékszín után csöppentem bele egy pillanatra ebbe, de... Megmutatok neked valamit, hogy miért. Na jó. Miért vettettem föl ezt a kérdést. De az emberi természetben van egy olyan, és az elmúlt 40-50 év még az embereket itt arra tanította, hogy hát nem szólok, egyetértek, de én hát ha megúszom. Még egy olyan csúnya dolog is van, hogy hát én nem csak hogy megúszom, hanem ott ha ő kikerül onnan, akkor lehet, hogy én kerülök az ő helyére. Ezek nagyon-nagyon gyarló emberi tulajdonságok, de ezek sajnos hozzájárulnak ahhoz, hogy ha a lelkünkbe nézünk, akkor mindannyian egy picit, mindannyiunknak volt egy olyan pillanat az életében, amikor megúszásra játszottunk. Együtt éreztünk a másikkal, meg egyet értettünk vele, csak nem kell ebbe a zajba részt venni, mert hát, hogy megúszom. Ezt tudod, hol van? Igen, ez az, mikor a sztrájk volt. Amikor a nagynavaróék sztrájkoltak, akkor ott számtalan balliberális érzelmű ember megjelent, és akkor kaptak téged is mikrofon végre a kamera előtt. Nem emlékeztem erre, hogy te ott nyilatkoztál, csak váratlan volt számomra, hogy itt állást foglaltál. Nem lehetett kikerülni az állásfoglalást. Egy picit itt kezdődött az én, ez volt talán az első pici momentum, nem ez volt biztos az oka, de ez volt az első pici momentum, ami egy kicsit közrejátszott abban, hogy én végül is eljöttem a játékszínből, vagy el kellett jönnöd a pontosabban. Volt aztán egy konkrét a politikai szerepvállalási lehetőség. Ugye 2014-ben felmerült nagyon komolyan, hogy téged indít a Demokratikus Koalíció Tarlóssal szemben a főpolgármesteri tisztségért. Hát ezen egyesek azt mondták, hogy fú, milyen jó ötlet, hogy a Balázsa is legyen a főpolgármester, mások meg röhögtek, hogy hát miért? Egy színész, főpolgármester, hogy kerül a csizma az asztalra? De ezt hogy viselted? Tiszavirág életű volt ez a dolog, mert ez hamar lekerült a napra. De azért az csak valamit úgy okoz az emberben, hogy jelölik, vagy valaki az eszébe jut. Hát nem beszéltük ezt meg a Gyurcsánnyal, hogy én erről beszélek, vagy nem beszélek, tehát, de szerintem lehet róla beszélni. Már beszélhetek róla. Tehát igazából ez az ő ötlete volt, hogy mit szólnék hozzá, ha. Mondtam, hogy hát én egy picit gondolkodom ezen. Jó, nem sokat gondolkodtam, azt hiszem másnap visszahívtam. Mondtad, hogy oké. Okay. Mondtam, hogy jó. De abban maradtunk, hogy amíg nem egyeznek meg a pártok, hogy X, meg Y, meg Z, meg C, meg mit tudom én, még kicsoda. Addig ezt nem jelentik be. Addig ezt nem jelentik be. Egyrészt, és akkor egyik nap fölhívott a Gyurcsány, hogy itt meg ilyen módon itt kiszivárgott ez a történet, és készüljek föl, hogy hívnak telefonon a sajtó, stb. És akkor én azt mondtam, hogy oké. De én azt fogom mondani, hogy amíg nem dőlt el a dolog, addig én nem nyilatkozom. Igen. És ezt tartottam is, tehát a Népszabadság... Tartottad is addig, míg eldőlt, hogy nem lesz dőle semmi. Hogy nem lesz dőle semmi. Így van. És te szomorú voltál akkor? Nem. Én ezt úgy vettem, hogy ha sikerült, tételezzük fel. Akkor én belemegyek ebbe az utcába. Ha nem sikerül, akkor végül is nekem volt egy polgári foglalkozásom, amit aztán nem nagyon folytattam. Ez egy másik kérdés. Igen. Na most itt van a polgári foglalkozás
említésekor az a pillanat, amikor ugyancsak egy másik tévé interjúban azt mondtad, hogy te tulajdonképpen egész életedben el akartál menekülni ebből a szakmából. Egyébként igen. És ennek érdekében még mondjuk a rendszerváltáskor elmentél szállítmányozónak. Igen, igen, igen. Hát igen. Ezt én olyan döbbenten olvastam és hallgattam az interjúban, hát én nekem álmomban nem fordult meg, hogy te a rendszerváltás idején Németországban vezettél egy kamiont, vagy egy teherautót, vagy ott rakottál, vagy nem tudom én micsoda. Főképp azzal megspékel, vagy azt is nyilatkoztat, hogy a feleséget támogatta, a lányot igen. támogatta. Miért akarták, hogy te ne legyél színész, vagy ne maradj színész? Én úgy éreztem a rendszerváltozáskor, hogy ez a dolog nem fog, elmondom úgy, ahogy gondoltam, akkor, nem fog akkor nem fog működni. Nem fog működni. Maga a rendszerváltás. Maga a rendszerváltás nem fog működni. Itt előbb-utóbb még forradalom lesz? Nem lesz forradalom, de zavarosabb helyzet lesz, mint korábban. Nem, mint hogyha a korábbi helyzet, 80-kezeti, de az szimpatikus lett volna, de egyértelmű volt, hogy ide kell igazodni, oda kell, és akkor békén hagynak. Igen. Vagyis tudtad a játékszabályokat, nem békén hagynak. És te a baloldali érzelmeid miatt gondoltad, hogy a te színészi pályafutásodnak egyszer is gondoltam, hogy ez itt vége lesz, hogy ez nem fog működni. Itt nem fog működni. És ezt elmondtam otthon. Akkor a lányom még gimnazista volt, és akkor kimentem, de nem akarom a részleteket elmondani. Lényeg az, hogy a munkavállalási engedélyem nem volt még Németországban, mert akkor azt közölték, hogy a hajó tele van. Már akkor azt nem akarok. Mondtam, jó, a hajó tele van. Akkor visszajöttem Bécsig. Bécsben egy ismerősnél megálltam, és akkor a Évát fölhívtam, hogy ki kéne jönni az útlevelemért, hogy itt Magyarországon az Arbeiterlandminister intézze. És munkavállalási engedélyt. Munkavállalási engedélyt, igen. És akkor az Éva kijött az útlevelemért, és körülbelül 3 hét, 4 hét, 1 hónapig én ott útlevél nélkül voltam. Tehát vigyáztam arra, hogy nehogy valam. Mindig féltem, hogy igazoltat egy rendőr, és akkor azt mondom, hogy nekem semmifel papírom nincs, kérem szépen. És akkor az Éva utána hozta az útlevelet, meg volt a munkavállalási engedély, akkor még beiratkoztam volt még annyi pénzem, hogy beiratkoztam a Goethe intézetbe, és miután a Goethe intézetbe vizsgáztam, meg minden, szóval, hogy nyelvvizsga, ami nem volt könnyű már ebben az életkorban, és akkor elmentem Németországba. Ezek furák voltak, ezek az éjszakai autóutak, tudod, amikor ilyen hosszú strádán. Például elmondom neked, hogy ugye, amikor mentem, Düsseldorf előtt vagy után, előtt, most nem tudom már pontosan, van a Spessarti fogadó. Mm-hmm. És emlékeztem gyerekkoromban a filmre, és megálltam, és akárhányszor jöttem-mentem Magyarország, meg Németország között, mindig ott egy éjszakát eltöltöttem a Spessarti fogadóban. Ezek ilyen hülyeségek voltak. Németországban én ezt nem reklámoztam, hogy én mi voltam itthon. De én a Goethe intézetben is Bécsben gyanús voltam a tanárnak, mert mindig megkérdezte, és maga a Kalasnyikov ügy miatt tanul itt most németül? Mert akkor volt a Kalasnyikov. Horvátországi eladó. Szóval maga is benne volt, mert mindenki fiatalabb volt, mint én. Ott voltak törökök, japánok, stb. Mondtad nem. Mondtam, hogy nem. Itt csináltak. Hát a Vénycsóka biztos azért van itt, mert ő vitte ki a Kalasnyikovokat. És mikor tudatosult benned, hogy hát nem működik ez a szállítmányozás? Hát fizikailag még bírtam ezt az egészet. Az egyik pubban munka után egy úr odajött mellém, és azt mondta, hogy én már régóta figyelem magát, és... Nem maga ült a dósainál hátul mögöttem? Nem. Azt mondja, és maga, mi volt maga Magyarországon? És akkor mindig ott haplatyoltam, ott ilyen szervezésekkel foglalkoztam, különböző üzleteket szerveztem, organizáltam meg. Tehát nem össze-vissza. Azt mondta, nem mondja meg. Nem mondja meg, hogy mi volt.
És akkor mondom, köztünk maradjon, színész voltam Magyarországon. Azt mondjátok, hogy jöjjön át a szomszéd kocsmába, szóval ott van a helyi kórus, ami nagyon híres, a Bocholti amatőr kórus, és egy amerikai turnéra megyünk, és énekeljen maga ott próbát. És akkor a bassbariton kórusba betettek, és angolul nyomtuk a My Fair Lady-t, és a turné előtt, mikor már létrejött, és tényleg létrejött az amerikai turné, de én már nem mentem el, mert én bejelentettem a cégnél, hogy úgy éreztem, hogy Németországban szürke háztetőre, szürke eső esik ott. Ez tudod, ott a holland határ környékén van. És a minden depresszív van, depresszív a dolog. Tehát szürke, mind euró-szürkének hívtam én, hogy minden szürke. Az eső is szürke, a házak is szürkék, szörnyű. Elinnen. Én német szürke mondtam, és én elinnen. És akkor ha, ott még mondták, hogy picit várjak, mert biztos golyós a magyar, hogy itt most jön, megy, ezért nem tudom, és fölhívtam az Évát. Az Éva is azt mondta, hogy Lajos, várj egy picit, hát ne kapkodj, hát most belevágtál valamibe, és mit mondunk a gyereknek, hogy a papa föladta? Hát mondom, azt mondjuk, hogy a papa föladta. Lényeg a lényeg, akkor repülővel jöttem haza. Pénz se volt jó? A pénz se volt jó. De pénz jó volt. Hazajöttél a repülővel? Hazajöttem a repülővel, mert a kocsim már nem volt, mert a Schwanzerbank placon totálkárosra vágtam Bécsbe egyszer a kocsit. Az szép. Igen, ráadásul egy miniszter jött belém, vagy én belém, már nem, tök mindegy. Egy ilyen út alkalmával. Tehát hazajöttél? Hazajöttem, és akkor nem volt mit csinálni. És akkor a barátaimnak mondtam, hogy én itthon vagyok, de hát most akkor mi van? És a Sík Feri kereste telefonon az Évát. Nem volt otthon, és én vettem föl, és amit én soha nem tettem korábban, mondtam, hogy te Feri, az Éva nincs itthon, de nekem nincs munkám. Jó, hát akkor gyere, szerződj a Nemzetiben. És akkor mondták a haverok, hogy a Nemzetiben szerződsz. Hát ez egy rossz színház most, meg stb. Mondom, gyerekek, ha valaki kifizeti a villanyszámlát, a gázszámlát, azért nem megyek a Nemzetiben, ezt el lehet ezt intézni. Lényeg az, hogy oda szerződtem. Ott egy évadot voltam tulajdonképpen a Nemzeti Színház tagja. Játszottam is valamit, és... Ott hallottam a hírt, hogy lehet pályázni a játékszínre. Igen, és akkor így. És jött. Akkor így innen jött a... Igen. Gyakorlatilag, ha most fölhívna valaki, igen, akkor ugyancsak azt mondja neki, hogy te nekem nincsen munkám. Hát, ha őszintén akarok válaszolni, azt tudom mondani, hogy igen. Igen. Mert akkor volt most munkád a... Volt, szembesítés volt. A Garinti színpadon, nagyon igen, jó igen. Karakter szerep volt, a második hegedűsnek a szerepe, a Furtwängler féle zenekarból, és ugye próbáltad menteni Furtwänglert, nekem nagyon tetszett ez az előadás, de ezen kívül végül is nem szól senki. Nem. Nem, hát ezt meg kell szokni, az embert elfelejtik, vagy nem tudom. Igen, látod, ez nagyon érdekes. A török Laci sportújságíró kollégám mondta, amikor egy évre gyakorlatilag hát elment, újra kellett tanulnia beszélni, kapott egy agyi betegséget, és újra kellett tanulni beszélni, és azt mondta, egy év alatt elfelejtenek, András. Senki nem hívta többet sportriporternek. Így van. Csak azért egy színésznél azt gondoltam más. Nem, valószínűleg nem. Elképzelhető, nézd, hogy lehetne jelentkezni egy csomó helyen, hogy itt, ott, amott. Nem tudom. Még egy baj van. No. Az, hogy nem a te generációdból ülnek ott azokon a posztokon. Abszolút nem. Ahol erről döntenél. Így van. Tehát ahogy... Tehát és, hogy mondjak valamit, csak olyan ember fog fölhívni, aki tudja, hogy nem érdekes, hogy a Balázsovics 70. Igen. Mert ugyanolyan jól játszik, mint játszott korábban. Igen. Csak ezekből az emberekből van marha kevés. Hát marha kevés van. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt a Kultúrfelelős, viszontlátásra jövő csütörtökön.